A kötet művelődés történeti összefüggésben mutatja be a magyarok gasztrokultúráját. A Matthias Corvinus Kollégium Pécsi Képzési Központja egy rendhagyó beszélgetés szintere lett. A Kárpát-kemence 1100 év ízei című könyvbe összefonódik a történelem, kultúra, gasztronómia. Fotókat, recepteket is talál benne az érdeklődő olvasó. Ruprecht László séf, a Stílusos Vidéki Értelmiség elnöke és Pro Turismo díjas gasztronómus, szinte az egész világot bejárt a szakmája által. Ő a kötet ötletadója, mint megtudtuk, véletlenül került hivatásába. Amikor már elkezdtem a vendéglátással foglalkozni, onnantól már igen, egyébként gyerekként nem nagyon foglalkozhatott a tűzhely, tehát jobban szerettem focizni, illetve én annak idején még a Videótonba kezdtem el focizni, és utána alsóbb osztályokba, de amikor már magában a szakmai iskolába kerültem, illetve olyan tanulóhelyen volt ez akkor Székesfehérváron, egy háromcsillagos szálloda, akkor igazából ott jöttem rá, hogy azért ennek a szakmának nem csak az a lényege, hogy itt főzni kell, itt azért van egy művészi oldala, illetve itt azért ízekkel, látványban, nagyon sok mindenben lehet játszani, illetve lehet alkotni. Régi álma volt, hogy szeretne egy nem hagyományos szakácskönyvet készíteni, olyat, aminek van művészethez, történelemhez kapcsolódó része is. Ne egy száraz, ételeket leíró és ételfotókkal telerakott könyvről beszéljünk, hanem az is volt a cél, hogy több réteget szólítsunk meg vele, tehát akár mondjuk a tanulókat, tehát a szakácstanulókat, vagy egy kicsit az adott nyersanyagokat tudják történelmi korszakokhoz fűzni. Olyan ételek is vannak benne, amit háziasszonyok is otthon el tudnak készíteni, illetve értelemszerűen a szakmának is szól egy picit, tehát vannak olyan fogások, amik kicsit már modernek, vagy új technológiai fortéjokat igényelnek. Számos rangos elismerése kitüntetése van. Ruprecht László 2012 óta egyesületével Magyarország Felvidék és Erdély gasztronómiájának fejlődésén dolgozik. 2018-ban Pro Turismo díjat, 2023-ban a Magyar Érdemkereszt ezüst fokozatát vehette át. Meggyőződése, ha az ember valamibe belefog, az csak a legmagasabb szinten érdemes végezni.